Megsemmisítették a Bükön talált második világháborús bombát. A brit gyártmányú robbanószerre a város külterületén bukkantak. A földben töltött évtizedek ellenére is éles maradt a gyújtószerkezete, és erősen korrodálódott a külső burkolata. A honvédség tűzszerészei egy veszélytelen, robbantásra alkalmas területre vitték a 250 kilós töltetet, ahol biztonságosan megsemmisíthették. A hatástalanítás idejére a rendőrség szakaszosan lezárta a környező utakat, és a vonatközlekedés is szünetelt.